Jó estét kívánok mindenkinek! Már tudják, ha vasárnap este 8, akkor itt a 8-as. Ma esti vendégem Gílószász András. Szervusz András! Jó estét, szervusz! Mi már régen ismerjük egymást, úgyhogy indokolt a tegező forma, de engedd meg, hogy egy személyes történettel kezdem, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor átmentem a Zebrán a Retek utcai piacon, akkor egy idős asszony megállított, és azt mondta, te uram, atyám, a Gílószász. Hova tűnt András, Gílószász András, hogy még velem is összecserélhetővé vált? Hát nem tűntem sehova. Ugye 8 évig dolgoztam a kormányban a miniszterelnök mellett, és az elmúlt években pedig 5 gyerekem van, épp elég feladatot jelent, úgyhogy úgy fogalmaznék, hogy a 8 év kormányzati munka az felvértezett arra, hogy ezt a feladatot most ellássam. Megvan a Rambó második részének a nyitó jelenete, hogy kovácsolja a vast, és megjelenik a főnöke, hogy szükség van Rambóra. Hát a film jelenete megvan is, mit akarsz ebben mondani? Hát, hogy valaki visszavonul a kormányzati politikától, a gyakorlati politikától, de ír egy könyvet. És hogy mégis van szava, véleménye, nézőpontja a politikai életről. Hát igen, ugye a mi ismeretségünk az még a századvégből fakad. Én mindig igazából szerettem volna a háttérben tanácsadóként dolgozni, aztán az élet úgy hozta, hogy már a század végén is előtérbe kellett kerülni, hiszen a média szereplések azok ezt hozták, aztán hát a kormányzati feladatok pedig nyilvánvalóvá tették, hogy ez nem tartható, de mindig megvolt bennem a késztetés arra, hogy visszább lépjek ebből a... Most egy picit elbizonytalanodtam, hogy rivaldafénynek hívjam el, mert azért ez egy összetettebb történet. Szóval mindig megvolt erre a késztetésem, ugyanakkor pedig az a 8 év, amit a kormányzati kommunikációért, illetve a stratégia figyelemmel kíséréséért felelősként töltöttem majd a miniszterelnök belpolitikai főtanácsadójaként, az a 8 év rengeteg olyan tudással látott el, amely tudás felgyülemlését mindenképpen hát elpocsékolásnak gondolnám akkor, hogyha nem mondanám el, vagy nem próbálnám elmondani az ebből a tudásból fakadó következtetéseimet mondjuk a kormányzással, a kormányzat munkájával kapcsolatban. Főleg azért, mert a mindennapokban azt látjuk, hogy ami egyébként teljesen természetes, az emberi attitűdből, az emberi pszichéből fakad, hogy egyrészt a társadalom feledékeny, amikor egyre könnyebb és jobb helyzetbe találja magát, nem az optimumhoz képest, hanem mondjuk a múlthoz képest, akkor azért hajlamos egy idő után elfelejteni, hogy honnan jött, milyen helyzetből jött egész pontosan, illetve hát az az alapigazság, hogy minden egyes számnál lehet egy nagyobb számot mondani, minden egyes eredménynél lehet egy másik elvárást megfogalmazni. Ez a kettő, illetve talán még az irigység kultúrája, akkor ez a három az, amely arra késztetett, hogy ezt a tudást valamilyen formába közzé tegyem. Meg szeretnék érkezni majd a könyvedhez, amelynek már a címe is nagyon elgondolkodtató gondolat és erő, de hogy volt egy fél mondatod, hogy honnét jön az ember. És ugye mi 2007-től dolgozunk együtt, vagy dolgoztunk együtt a század végben, és emlékszem a te keletkezés történetedre, hogy te könyvek pakolásával kezdted a század végben. Tehát a könyvek pakolásától jutsz el a könyvek megírásáig. És hogy lehet elképzelni egy ilyen karrierpályát, mert ha jól tudom, te atletizáltál is, tehát a sportvilágából jössz, és kikötöttél a kormányzati tanácsadás elemző világában. De nem hiszem, hogy az én életem annyira érdekes lenne a nézőknek, inkább úgy foglalnám ezt össze, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy az esetek nagy részében mindig azt tudtam csinálni, vagy avval tudtam foglalkozni, ami érdekelt, ami motivált. Mindig, lehet, hogy ez szégyen, lehet, hogy nem tudom, mindig sikerorientált voltam
legyen az a sport, legyen az a tanulás, legyen az bármi, ami az életemet elkísérte. És nagyon szerencsés. Ez is hozzátartozik a dologhoz. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy, és ez is motivált a könyv megírásakor, hogy az én generációm az persze nagyon sokat köszönhet nyilvánvalóan a helyzetnek, ami körülötte létrejött, de azért ez egy nagyon nagy fokú hálátlanság lenne, hogyha ezt így írnánk le, hogy a helyzetnek. Szerintem nagyon sokat köszönhetünk a szüleinknek, meg a nagyszüleinknek, akik ezt a hosszú 20. századot, amely hihetetlen vészekkel volt terhes, hihetetlen súlyokat rakott a nagyszüleink és a szüleink vállára, ezek ellenére végig küzdötték, mert ez adta meg a lehetőséget nekünk, meg a gyerekeink, vagy akár az unokáink számára, hogy lehetőségük legyen egy boldogabb életre. Igen, beszéltél az irigység kultúrájáról, hogy hát sokan irigykednének Gilószász Andrásra, de nem véletlenül mondtam azt, hogy könyvek pakolásával kezdted. Tehát most itt vagyunk közel 20 év múlva, tehát a könyvek pakolásához képest 20 év múlva, és én más modelleket látok egyébként a fiatalok esetében is, hogy nem a könyvek pakolásával szeretnék kezdeni, hanem felül. Szerinted változott ennyit a világ, ha már a szülők erőfeszítését is szóba hoztad arra vonatkozóan, hogy kinek mit köszönhetünk, és hogy áll a szerencse meg a munka? Ugye egy olyan dolgot feszegetsz, amelyre persze válaszolhatnék egyszerűen úgy, hogy igen, változott, de inkább úgy válaszolok, hogy ez a változás az életünk számtalan területén komoly következményekkel járt. Mert az a változás, amit te leírtál, annak sok minden oka lehet, nyilván én csak kiragadni tudok dolgokat, de például oka a felgyorsult információ. Oka az, hogy rálátunk tőlünk teljesen független, a mi közösségünktől teljesen független embereknek az életére, hogy ők hogyan élnek, miképp élnek, buborékok jönnek létre, információs buborékok jönnek létre, amelyben bármilyen furcsa, mert mindenki azt mondja, hogy ezeket teljesen szabadon és nyíltan lehet használni, de mégis ezek nagyon korlátozott információk, mert az ember gondolkodásából fakadóan, hogyha magáról információkat oszt meg, azt 99%-ban a pozitív dolgokat osztja meg, 99%-ban azt osztja meg, amire büszke, vagy esetleg ami a hiúságával függ össze, ezért furcsa, kifacsart képeket látunk a világból, és nyilvánvalóan, és ez nem a fiataloknak a hibája, hanem meg kell tanulnunk együtt élni ezekkel a lehetőségekkel, nyilvánvalóan ez hatással van a fiatalokra, és egyszerűen máshol kívánnak, más szinten kívánnak belépni a társadalom. Tehát a siker modelljeit látják, és azt gondolják, hogy lúzerek lesznek. És nem biztos, hogy látják a hozzávezető utat, illetve nagyon sokszor... Le akarják rövidíteni, és illetve nagyon sokszor azokat a példákat látják, ahol lerövidítve sikerült, mert azok kerülnek előtérbe, és nem látják azt a sok ezer, tízzer, százezer, vagy akár millió példát, ami az általános helyzet, hogy azért ez így nem megy. Ez a könyv a politikai elemzés műfajába is illeszkedhetne, és hogyha egy gondolat erejéig megállhatnánk még a politikai elemzésnél, hogy amikor én találkoztam veled, akkor a politikai elemzés a tévében úgy nézett ki, hogy Gilószász András, Török Gábor. Ma megváltozott ez a világ. Itt is fiatalok léptek be erre a szintjére. Nagyon helyes. Nagyon helyes, de hogy megváltozott talán a politikai elemzésnek a méltósága, helyi értéke, rangja? Nem szeretnék, tehát az előbb dicsértem a nagyszüleinket és a szüleinket, de azért nem szeretnék ugyanabba a hibába esni, az egész gyerekkoromban azt hallgattam, hogy az én gyerekkoromban ez más volt. Tehát én azt gondolom, minden gyerekkorban sok hasonlóság van és sok különbség, a világ változik. Inkább azt mondanám, ha már ezt a témát hoztad föl, hogy a legfontosabb dolog a politikai elemzés kapcsán, hogy azt a tévhitet, hogy független politikai elemzés, vagy nem is tudom, hogy kéne ezt megfogalmazni, ez nem létezik. Tehát ha egy politikai elemző beszél valamiről, akkor óhatatlanul a saját gondolkodásmódja benne van abban, amit elmond. Értékrend, világszemlélet. Amikor függetlenségről beszélek, nem azt mondom feltétlenül, hogy egyik pártnak vagy a másik pártnak a tagja. De van egy világszemlélete, egy értékrendje, egy felfogása, egy logikája,
az egésznek, tehát az már eleve befolyásolja. Az egy megint egy másik kérdés, hogy tud-e, próbál-e objektivitásra törekedni, de ezt az egészet zárójelbe tenném, mert egy nagyon éles vonal van az én politikai elemzői szereplésem, majd később a kormányzati munkám és szereplésem között, ugyanis arra kellett rájönnöm, hogy politikai elemzőként lehet nagyon sok mindenről sok okosságot mondani, de teljesen más, vagy sokszor nagyon más dolgok mozgatják ténylegesen azokat a folyamatokat, mint amit mondjuk a politikai elemzők gondolnak, vagy sokkal inkább azt mondom, hogy sokkal összetettebb és sokkal komplexebb dolgok végeredménye az, amit a politikai elemzők sokszor nagyon egyszerűen gondolnak megfogalmazni. Igen, az foglalkoztat engem most is, hogy utad a könyvhöz. És ennek lehet egy a nézők számára is érdekes aspektus, hogy akár el tudom mondani a saját személyes példámon is, hogy én politológiát tanultam az egyetemen, sőt, politológia különböző tárgyait oktattam, de ahogy az ember bekapcsolódik a politika világába, részt vesz benne, szinte mindent el kell felejteni, amit az egyetemen tanult. Mert egy másik szemüveg, egy másik, nem tudom, hozzányúlási mód a dolgokhoz, és ez teljesen átrendezi azt a tudást, amit politikai tudásnak nevezhetünk. Ezért azt gondolom, ez a könyv, hogyha mondjuk 15 évvel ezelőtt jelent volna meg bármilyen témában, egy másik nyelven, egy másik szemüveggel íródott volna. Tehát végül is a politikába való bekapcsolódás az alakítja azt is, hogy mit gondoljunk a politikáról, és hogyan látjuk az eseményeket. Így van, alakítja, illetve letisztítja azt a közvetítő közeget, amit most hívjunk beszédnek, és világossá teszi azt, hogy nem is feltétlenül a részekben való elmélyülés a lényeg, hanem az, hogy a folyamatok mögött meghúzódó jó szándékot világossá tegyük azoknak, akik számára világossá akarjuk tenni. Tehát ha már itt többször felemlegeted a könyvet, akkor a könyvnek, illetve a könyv kapcsán elvégzett munkának a legfontosabb célja az volt, hogy világossá tegye, hogy mit miért tesz a kormány, világossá tegye azt, hogy milyen ugye sok száz, sok ezer döntést hoz egy kormányzat egy ciklus alatt. Harmadik ciklusában van a kabinet, akkor ezt felszorozhatjuk, tehát akár 10 000 döntésről is beszélünk. Ez olyan gyakori és olyan nagy szám, hogy lényegében nagyon nehéz a normál választó állampolgárnak ezt rendszerbe tenni. Nagyon nehéz okokozati összefüggésekbe egy íven elhelyezni ezeket a döntéseket, és mondjuk olyan alap kérdések mentén kezelni, hogy milyen gazdaságpolitikai elképzelés húzódik meg mögötte, és az ebből befolyó állami haszon, az hogyan fordítódik mondjuk a társadalompolitikai célok elérésére, vagy nemzetpolitikai célok elérésére, hiszen ezek önállóan lógnak a levegőben, és nem ezekben a halmazokban kapja meg a fogyasztó, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam. Tehát részben erre, ezért nagyon fontos, másrészt azért, mert azt látom, hogy a politikát azt 3-6 szintéren vívják. Vívják a stílusháború hadszínterén, vívják a történetmesélés, vagy nem is tudom, hogy kéne megmondani, a sztori hadszínterén, és vívják egy hatalmi hadszínterén, egy hatalomtechnikai hadszínterén. És abban a helyzetben, amiben a közép-európai államok vannak 40 év olyan rendszer után, 90 előtt, amely természetes társadalmi folyamatokat gátolt, ilyen helyzetben azok a politikai erők, amelyek célul tűzik ki, hogy újraépítsenek valamit, amelyben volt egy ilyen 40 éves pauza, azok sajnos arra vannak ítéltetve, hogy a stílusháborúban alul maradjanak, mert nagyon kevés idő alatt kell létrehozniuk olyan típusú háttereket a társadalomban, a gazdaságban, a politikai gondolkodásban, amelyre nyugat-európai szomszédjaiknak több emberöltőjük volt
akár egy évszázaduk. Nevesítsük akkor, tehát a, maga a könyv, meg is mutatom a kamerának, a cselekvő állam orbáni modelljéről szól, és amikor azt mondod, hogy ha jól értem, hogy a stílusháborút szükségképpen elveszítik azok a politikai erők, amelyek megpróbálnak egy történelmi mulasztást pótolni, és nagy történelmi feladatra vállalkoznak, az azt jelenti, meg kell barátkozni azzal, hogy a orbáni politika megkapja azokat a jelzőket, hogy agresszív, erőszakos, pökhendi, nem elegáns, és így tovább. Megkapja ezeket a jelzőket, és kapnánél durvábbakat is, gondoljunk csak abba, hogy ellopnak dolgokat, tehát még sorolhatnám, milyen jelzőket kap. De ha már ezt így felhoztad, tehát a könyv, illetve az ebben kapcsolatos munka, az nem csak arról szól, hogy mit miért tesz a kormány, hanem szerintem arra is választ ad, hogy ezt a stílusháborút sem mindegy, hogy 12-0-ra vagy 12-10-re veszítjük el. Tehát, mert 12-10-re megéri elveszteni, mert olyan dolgok jönnek közben létre, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy ezek az átalakulások végbe menjenek. De hogy mire gondolok? Ugye a leggyakoribb vád azok mellett, amit te felsoroltál, a kormánnyal szemben, hogy korrupt, hogy itt minden nap eltűnik valami, és még sorolhatnám. És akkor, ha jól átgondoljuk, mert ugye az idő vasfoga az mindig kikezdi a memóriát, ha jól átgondoljuk, hogy ez miből indul ki, ez például ennek az alapja a magánnyugdíj pénztárakkal kapcsolatos kormányzati intézkedés. Ott akkor került először felszínre ez, hogy ellopták a nyugdíjunkat. Ugye ez volt a narratíva, hogy ezzel kapcsolatban mit tett a kormány. És szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek például tisztában legyenek azzal, hogy a magánnyugdíj pénztári rendszer az a fennállása alatt a kötelező magánnyugdíj, tehát ezt hozzáketem, a kötelező magánnyugdíj pénztári rendszer a fennállása alatt az nagyságrendileg 5000 milliárd forintjába került a magyar államnak, tehát a magyar adófizetőknek. Amikor ez a lépés megtörtént, akkor 2900 milliárd forint került vissza az államhoz. Ez nem azt jelenti, hogy onnan eltűnt 2100 milliárd, mert, és itt van a, nyilvánvalóan a, itt fogalmazódik meg könnyen a vád, mert ilyenkor már magyarázni kell a dolgokat, hanem ez azt jelenti, hogy a magyar államnak, mivel a kötelező magánnyugdíj pénztár irányába tolt el az állami nyugdíj irányából minden évben meghatározott összeget, ezt pótolnia kellett a nyugdíjrendszerben, minden évben állampapírokat kellett kibocsájtani. Ez az utolsó 5-6 évben évi közel 400 milliárd forintnyi állampapír kibocsátás jelentett. Összességében tehát ez az összeg, ez ezt jelentett. A másik pedig az, hogy ezzel kapcsolatban azt is elfelejtjük, hogy visszajön ez a 2900 milliárd forint, abból 1400 milliárd állampapírban volt a különböző alapkezelőknél, azt egyből ugye kvázi elégette az állam, ennyivel csökkentette az államadósságot. Visszavásárolta a MOL-t. Gondoljunk csak bele, hogy a MOL visszavásárlása, és mi mindent kapott akkor a kormány ezért. A MOL visszavásárlása az milyen hosszú távú stratégiai érdeke az országnak, akár nemzetpolitikai célokat tekintve, akár az ország gazdaságát tekintve, hiszen a MOL-lal kicsiben pont azt lehet eljátszani, ami ellen nagyban küzdünk, hogy kihúzzák a magyar piacokról a bevételeket. És azt se felejtsük el, hogy az állam közel 600 milliárd forintot hozamba kifizetett a tagoknak. Tehát akinek nyeresége volt, annak kifizette a hozamát, egy fillért nem vette el a hozamából, akinek vesztesége volt, azt meg jóváírta az állami nyugdíj területén. És hát nyilván nem azt a 60 ezer embert kell emlékeztetnem ennek az igazság tartalmára, amit elmondtam, akik 2009-ben a Bajnai kormány alatt azelőtt a dilemma előtt álltak, hogy a magánnyugdíj pénztár a válság idején nem tud nekik nyugdíjat fizetni, vagy pedig nagyon alacsonyat tud, és egy nagy részük visszaáramlott ezért önállóan az állami nyugdíj területre. Most ezt a példát azért hoztam be reflexióként arra, amit felvetettél, mert ilyen álságos és valótlan toposzok felállításával alakul ki az a helyzet, hogy nem csak kicsit vesztünk a stílusháborúban. És itt jön az be, hogy a politikai küzdelem az mindig nagyon sok mindenre képes. És ne legyünk álszentek, emberi hibák, mivel emberek alkotják a politikát, emberi hibák, az emberi tényező, az bal-jobb oldaltól függetlenül jelen van. De az, amikor nemzetstratégiai kérdésekről, nemzeti célokról beszélnek egy országban, vagy
nagyon komoly társadalmi célokról, mondjuk családtámogatás összessége, akkor a politikát ez elé tolni, és ezeket a célokat, a jó szándékot ezen célok mögött nem elismerni, az már nem csak rövidlátás és a tehetségtelenség elleprezése mondjuk az ellenzék részéről, hanem az már a bűn kategóriájába tartozik. A politikából én azt tanultam meg, talán az egyik legfontosabb tanulság, hogy az egyszerűség az értés kulcsa. És amikor azt mondják például a magánnyugdíjpénztárügy kapcsán, hogy hát de az állam ellopja. És amikor te elmondod, de nem ez történik, hanem ez, akkor a stílusháborúban azért is áll nehezebb oldalon a kormány, mert hogy egyszerűbb elmondani, hogy ellopja a kormány, ez egy egyszerűséget feltételez, egyszerű motivumokat. Tehát amikor kormány szóvívő is voltál, azért kemény feladatot jelentett elmagyarázni a mit miért csinál a kormány típusú feladatot. De ebbe valami őszintén élveztem, és talán a legfontosabb dolog, és ez nem csak a kormány szóvívő kapcsán mondom, hanem bármely kormányzati szerepvállalásnál, az, hogy önazonos tudjon maradni az ember. Tehát nyilván mindig voltak viták technikai kérdésekről, akár még taktikai kérdésekről is, de ha a stratégia kapcsán önazonos az ember, önazonos azzal, akit vagy amit képvisel, akkor szerintem ezek a feladatok bármilyen nehéznek is tűnnek, mégis könnyűek. Mert ugyanavval a vehemenciával, ugyanavval a habitussal, de a saját gondolkodását az ember nem megerőszakolva tud jelen lenni ebben a szerepben. Azt javaslom, András, tartsunk egy kis szünetet, és utána folytassuk. Rendben. Azt mondtad, András, az előző részben, hogy a politikai küzdelmeknek három szintere van. A stílusháború, a sztori és mondjuk a hatalom. Technika. És azt mondtad, hogy a stílusháború elvesztése az 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 ár, amit meg kell fizetni tulajdonképpen a történelmi teljesítményet. De ebből az is következik, hogy akkor a sztori például nyerhető. Mi a sztoria az Orbán kormánynak az elmúlt 9-10 évben, és mi lesz a sztoria? Ugye, megpróbálok röviden válaszolni. Ugye a sztoria szerintem az, hogy a 24. óra utolsó pillanatában kerül oda, ahol bele tud szólni ebbe az egész folyamatba. Most nem belemenve hosszan abba, hogy 2010 előtt milyen gazdasági, társadalmi, mentális helyzetben volt az ország, és nagyon jól nyúl ahhoz, hogy ebből a mentális, gazdasági és morális mélységből nem úgy akarja az országot kihozni, hogy a mentális, gazdaság és morális mélység előtti pillanatot akarja visszahozni, hanem valami újat. Tehát előre akar felé. Csinálni. Előrefele is, és volt ideje arra 2002 és 2010 között, hogy átlássa azt, hogy a 1990 és 2010 között kialakult, mondjuk azt, hogy rendszer, az olyan gyerekbetegségekkel küzd, amelyet, mivel nem egy gyerekről beszélünk, hanem egy rendszerről, egyszerűbb újra generálni és elkerülni, mint gyógyítgatni és foltozni az egészet. Ezért a legnagyobb tett az volt, hogy 2010 után új alkotmány, új törvénykönyvek, új adózási rendszer, új családtámogatási modell, új gazdasági modell, egy új testtartás volt az, ami az Orbán kormányt jellemezte. És hogyha egyel tovább lépünk ennél, akkor pedig a következő nagyon fontos dolog, ami az Orbán modellnek a lényege, hogy nem öncélú gazdaságpolitikát folytat azért, hogy jobbak legyenek a mutatóink. Minden mutatónk jobb. A költségvetés, államháztartás, államadósság, munkanélküliség, export, minden mutató jobb. De ez magában egy öncélú technokrata hozzáállás lenne. A novum az volt, hogy azért akar ilyen eredményes gazdaságpolitikát, hogy ennek a hasznát a társadalom politikára és a nemzetpolitikára tudja fordítani. Hogyha sajtótájékoztatót játszanánk, és még mindig kormány szóvívő vagy,
egy mondatban hogy tudná összefoglalni kormányszóvívő úr az Orbáni modell lényegét? Mi a lényege az Orbáni modellnek? A lényege az, hogy a politika nem csak intellektuális kérdés, tehát nem csak gondolat kell hozzá, hanem a politikához kell határozottság és erő, és ennek a kettőnek az együttese, kiegészítve a gondolattal, ami életre hívta ezt, a sikertitka. Gondolat és erő. Ebből az is következik, hogy vannak, akik csak gondolattal mennének bele a politikába, vannak, akik izmoznak, és persze olyan is van, aki gondolattalanul izmozik, és hogy egyáltalán nincsen semmiféle intellektuális teljesítmény a politikai jelenlétében. Igen, ez egy leírás volt, amivel nem kívánok vitatkozni. Avval egészíteném ki, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy akinek gondolata van, és ez szerintem jellemzi az Orbáni modellt. Most azért akadtam egy pillanatra, mert nem az Orbán kormányt, mert a modell azért kormányzatokon átnyúló egy gondolkodás, és a gondolkodás követő cselekvés. Már önmagában az egy történelmi teljesítmény, hogy lehet modellről beszélni. Igen, ez így van, és ugye visszafogottabb nyugat-európai sajtótermékekben nem feltétlenül Orbán modellnek, hanem a magyar modellnek hívják ezt, de attól még ugyanarról beszélünk. Szóval azt akartam csak mondani, hogy ezt a típusú gondolkodást és az ehhez kapcsolt erőt a leginkább az jellemzi szerintem az elmúlt 9 évben, hogy ez a gondolat meghallgatja az észrevételeket, még talán a kritikát is, de egyszerűen nem hajlandó foglalkozni az okoskodással. Nem tudom, hogy megfelelően cizeláltan fogalmaztam-e, de ki tudom fejteni, tehát van elképzelése a gazdaság és a társadalom működéséről, a gazdaságnak a társadalom szolgáló leányává való tételéről, és a gazdaság és a társadalom vállán pedig a nemzetépítésről. És minden olyan dolgot, amely ezen célhoz felhasználható, legyen az ellenzéki, civil vagy bármi, azt integrál, de azokat a gondolatokat, amelyek csak azt a célt szolgálják, hogy aki mondja, az is megjelenjen a térben, de semmiben nem visz előre, azt egyszerűen nem veszi figyelembe. Illetve gondolat és erő, de egyben ott szerepel, hogy a cselekvő állam modellje, tehát hogyha fel akarok állni a székből, az is okoskodás, felálljak, ne álljak, meg tudom tenni, hát felállok. Igen, a cselekvéshez ugye az eddig emlegetett erőn kívül kell egyfajta elszánás, főleg akkor, hogyha egy olyan társadalomban és egy olyan közegben történik mindez 2010 után, ahol nagyon bevett, szinte dogmatikus viszony van bizonyos dolgokhoz, és ami azon kívül van, avval szemben olyan elutasítás, sőt kirekesztés működik, amely hát nagyon nehezen kezelhető. Mondok egy példát erre. Ha visszaemlékszünk, 2010-12 között a válságkezelés, mert azért volt honnan ezt az országot kihúzni, a válságkezelés közben azért két célt megfogalmazott az Orbán kabinet, két gazdasági célt. Az egyik az volt, hogy 1 millió munkahelyet kell teremteni, a másik cél pedig az, hogy mind a bankok, mind más területek tekintetében a nemzethez kell húzni a vagyonnak egy jelentős részét. Nagyon komoly szkepszis fogadta mind a mértékadó közgazdászok részéről, mind a hazai és a nemzetközi politika részéről is. Bele sem megyek abba, hogy nem csak időarányosan, nagyjából megvan ez az 1 millió munkahely, és a 10 év még le se járt, de például abba nem tudom, hogy belegondoltak-e az akkor kritizálók, hogy olyannyira sikerült például a nemzeti vagyonnak a visszaszerzése, hogy 1990 óta, 2017 volt az első év, és azóta folyamatosan, amikor növekedett a nemzeti vagyon. Nem csökkent, hanem növekedett. Ugye akár a bankszektor, akár az energiaszektor, és még sorolhatnám számtalan területen a közművek tekintetében, a vízművektől a gázművekig, stb. És itt megint vissza kell térnünk a stílusháborúra, mert az, hogy korrupció van, meg ellopnak mindent, és ez dől az egyik oldal részéről folyamatosan a kormányra, azzal szembeállítani azt, hogy az első kormány az, 90 óta, aki alatt növekszik a nemzeti vagyon, és az első kormányzat az, aki alatt nem multinacionális cégek uralják a magyar piac
markáns és meghatározó részeit, legyen az a bankszektor, legyen az az építőipar, legyen az az energetika, és számtalan mást felsorolhatnék, hanem vagy magyar államhoz, vagy minden esetre magyar nemzeti, tehát magyar üzletemberekhez köthető dolgok. Ezt elintézni egy oligarcházással, és nem átlátni azt, hogy ennek a következménye az, hogy esetleges gazdasági válság idején, amikor a multik mindig az anyaországba őrzik meg a munkahelyeket, és a kihelyezett területeken vannak az elbocsátások és a bezárások, hogy ennek a megfordítása az azt eredményezi, hogy az ezekben a vállalatokban dolgozó közel 60-80 ezer ember munkahelye nagyságrendekkel nagyobb biztonságban van, mint korábban. Az itt megtermelt profit Magyarországra fordítódik vissza, és nem eltűnik a nagyvilágban a globális gazdasági logikának köszönhetően. Szóval ezt nem észrevenni, az két dolgot jelenthet. Az egyik, hogy ennyire nem értik. De akkor nem nagyon értem, hogy akkor miért akarnak váltó politikai rendszerben részt venni. A másik pedig, hogy értik, de annyira öncélú a megfogalmazásuk, ami már azért, amit előbb említettem, a bűnkategóriára tartozik. Hát, kedves ex-szóvivő úr, derekosan védi a mundér becsületét, de azért mégis mi a helyzet az oktatással, egészségügyel, elvándorlással a stadionok országában? Hát, nagyon szívesen beszélek erről is. Ugye, menjünk fordított sorrendbe akkor. Sőt, bizonyos szempontból össze is kapcsolom őket. Ugye, állandóan halljuk a stadionok kapcsán a kritikát, és hogy mennyi mindent költ a kormány ezekre, és a sportra, meg sorolhatnám. Ugye itt, és mindig avval jönnek elő, hogy a stadionokra arra 1000 milliárdot elköltött az állam, és ez csak az élsportról szól. Tehát 1000 milliárdból több mint a fele azok tanúszodákra, több mint 1000 ilyen ketreces, egész gyerekkoromat ilyen ketreces kis fotballpályákon töltöttem, ketreces fotballpályákra, és nem stadionos sportlétesítményekre ment el. 400-500 milliárd forint ment el stadionokra, ami persze nagyon nagy pénz, de amikor az egészségügyel és az oktatással állítják párhuzamba, és azt mondják, hogy a stadionokra elköltött pénz megoldaná az egészségügy problémáját, ha 9 év alatt 500 milliárdot költött az állam mondjuk stadionokra, akkor lássuk azt a számot, hogy 9 év alatt 25 ezer milliárdot költött egészségügyre. 25 ezret. És az egészségügy éves költségvetése az 2 és 3 ezer milliárd között van. És minden évben. A 200 milliárd, vagy az 500 milliárd meg 10 év alatt ennyi. Az oktatásnál úgy hasonló számokat mondhatnék. Családtámogatásra, azokra az új intézkedésekre, amelyeket bevezetett az elmúlt 9 évben a kormány, azokra 17 ezer milliárd forint ment el. Az adó jóváírástól az ingyenes étkeztetésig, vagy a gyerekek ingyenes tankönyvellátásáig, ami megint összefügg az oktatással. De ha az oktatást és az egészségügyet vesszük, akkor például az is világosan látszik, hogy 6-700 milliárddal többet költ ma az állam évente erre, mint 2010 előtt tette. Az egészségügyi világszervezet kimutatta azt, hogy a Gyurcsány kormány időszak alatt volt a legnagyobb tőkekivonás az egészségügyben, ami világszinten is százalékosan a legerősebb tőkekivonás volt. Tehát nekem nem az a problémám, hogy akkor ez volt, hanem hogy azok mutogatnak mondjuk újjal a mai kormányra, akik akkor ezt tették, miközben egyébként az utolsó másfél évüket, amiből egyébként csak fél évet volt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, majd gyorsan eldobta a gyeplőt is átadta a bajnénak, de az azt megelőző években konjunktúra volt a világon, és mégis negatív számok voltak, mind az államháztartásban, mind az emberek hétköznapjában, a költségek tekintetében. Tehát azt akarom csak mondani, hogy itt a számok nagyon másról beszélnek, mint amerről az ellenzék prominensei gondolkodnak. És mi lesz? A könyvből megtudjuk, mi volt, illetve mi a racionalitás, ami a Orbáni cselekvő állam mögött áll. De ugye hallottuk, hogy 2030-ig tervez a kormányfő. Az, hogy mi lesz, ezt a miniszterelnöktől kell megkérdezni, nem tőlem. Az, hogy mit gondolok én, az már egy, hogy mondjam, hozzám közel álló kérdés. Én azt gondolom, hogy azok az eredmények, amit a gazdaság és a társadalom politikában elért
a miniszterelnök, illetve az ő logikáját követő különböző kormányzatok ebben a harmadik ciklusban, azok az eredmények lehetővé teszik azt, hogy az a mostanában gyakran emlegetett Kárpát-medence és közép-európai politika az a sikeresség lehetőségével rendelkezzen, és ez nem azért fontos nekünk, amire néhány kritikus utalni szokott, mert a revizionista elképzelések, és még mondhatnám ezeket a rossz értelembe vett nacionalizmus, és ilyen jelzőket szoktak használni, hanem azért fontos nekünk, mert az Európai Unió az nem egy barátok szövetsége. Az Európai Unió egy érdekszövetség, amely gazdasági, politikai, értékrendszeri érdekek alapján szövetségbe lépett államoknak az együttese, ahol nagyon komolyan versengenek egymással. És a verseny az mindig belső szövetségeket hoz létre. És Közép-Európa eddig a hátrányos helyzetű gyerekek közé volt sorolva. De azzal, hogy megtalálta a hangot és ezáltal az utat Közép-Európa jó pár országa egymáshoz, történelmi hagyományokon alapul, nem véletlenül visegrádi országoknak hívják őket, de azért ennek volt egy mély pontja a 90-es években és a 2000-es évek első felében. Megtalálták az utat egymáshoz, és azokkal a folyamatokkal párhuzamosan, amik Nyugat-Európában, illetve a térségünkben lezajlanak, ezekkel párhuzamosan ezek felértékelődtek, ezekkel az egymásra találások. És hogy világosan lássunk, muszáj számokat is mondanom, ez a térség, ez jelentősebb kereskedelmet bonyolít le Németországgal, mint Franciaország vagy Olaszország. Ez a térség lélekszámában 100 milliós térség Lengyelországtól a Balkánig. Ez a németek piacának a 40%-át, a német kivitel 40%-át teszi ki. Most csak számokat mondtam. Ami azt jelenti, hogy ez a térség sokkal erősebb annál, mint ahogy eddig megjelent az európai küzdelem. Ez birodalomépítést jelent, nem? Hát, vagy ez erős szó? Ugye ez egy hosszú fejtegetést igényelne, hogy mit jelent a birodalom, hogy elkerüljük azt, hogy rosszul értelmezik. Inkább azt mondanám, hogy ez semmi más nem jelent, mint hogy azok a gazdasági és társadalmi politikai folyamatok, amelyek Magyarországon az elmúlt 8 évben elindultak, és nem értek véget, tehát ezt vinni kell tovább, azok lehetővé teszik azt, hogy Magyarország a területi és lélekszám mértékéhez képest jelentősebben szóljon bele ennek a térségnek a politikájába, hiszen ezek a gazdasági eredmények lehetővé tették azt, hogy magyar vállalatok megjelenjenek Kárpát-medencében és Közép-Kelet-Európában. Ezek a modellek, amit a gazdaság és a társadalom tekintetében az Orbáni modell leképezett, ezek sok esetben nyíltan, kevesebb esetben a múltból fakadó korlátok és dogmák okán burkoltan, de modellértékűek a közép-kelet-európai országoknak, és az ottani vezetés is pártpolitikai színezettől függetlenül, mert most végig sorolhatnánk, hogy Szlovákiába, Csehországba, Lengyelországba, a Baltikumba, vagy akár Romániába, vagy Szerbiába milyen színezetű politikai vezetés van, de az érdekek, a közép- és hosszú távú érdekek összekovácsolhatják ezeket az államokat, hogy közösen, hatékonyan tudjanak érdeket érvényesíteni, és ez nem új keletű, hiszen például a francia-német tengely szemben a britekkel, vagy az olaszokkal az évtizedek óta működik Európában. De akkor ez egy nagyon régen látott történelmi perspektívát rajzol fel az égre Közép-Európára. Csak gondolata is ereje nem volt hozzá politikai erőnek. Magyarországon 2010 óta pedig van. Jó, András, lassan közeledünk a műsor végéhez, és nyomaszt egy kérdés. Tőle talán a legfontosabb, amit megtanultam, hogy 20-as pulzus, ezzel kell nyomni a dolgokat, meg a teherviselés, de egy dolgot nem tudok elfogadni. Te Madrid szurkoló vagy, én pedig a Barcelonának szorítok. Hogy lehet a Madridnak szurkolni? Meg Ronaldo. Ugyan tudom, hogy már a Juventusban futbolozik, de azért ez mégiscsak egy súlyos kérdés, amit nem hagyhatunk megválaszolatlanul. Hát nézd, mivel kormányszóvivő is voltam egy időben, ezért megtanultam azt, hogy nem szabad a társadalom egy részének a lelkébe gyalogolni, tehát most nem fog kitérni arra, hogy a Barcelonával szemben miért kell Real Madridnak szurkolni, inkább elmesélek egy történetet, hogy milyen
vidámságok vannak a Real Madrid környékén, vagy voltak. Még a régebbi időkben, amikor Iker Casillas védte a csapat kapuját, akkor nagyon helyesen egyébként Madridban volt egy mozgalom arra, hogy Spanyolországban is erősebben emlékezzenek meg az anyákról, mert és a nőkről, de ez a mozgalom az anyákról szólt, és a madridi polgármester kiállt és mondta, hogy természetesen ez így lesz, és meg fognak emlékezni erről. Számtalan intézkedésük volt, ami nagyon pozitív volt, és betartotta az ígéretét, de volt egy nagyon vicces, ami egyébként Madridban teljesen, hogy mondjam, jól vette ki magát, tehát senki nem bántódott meg, senki nem sértődött meg, hogy anyák napjára lelepleztek egy utcanévtáblát, átkeresztettek egy utcát a anyák tiszteletére, de hát azt a humort megengedték maguknak, amelynek nyilván Barcelona szurkolóként nem tudod magadévá tenni. Azt a humort megengedték maguknak, hogy amikor leleplezték, azt látta mindenki, hogy az utcának az a neve, hogy az anya, akinek Iker Casillast köszönhetjük utca. Hát köszönöm, András, hogy itt voltál. Azért hajrá, Barcelona! Köszönöm a nézőknek is a figyelmet, szép estét kívánok, jövő héten újra ugyanitt.